A Városi Könyvtár és Információs Központba érkezett január 24-én az Utazó Digitális Élményközpont. A Digitális Jólét program keretében az úgynevezett digitális jólét pontokon, vagyis többnyire könyvtárakban mutatják be a program munkatársai azokat a digitális technikákat és technológiákat, amelyek ma még nem részei mindennapoknak, de a fiatalok többsége már hallott azokról. A könyvtár szervezésében a Kossuth Lajos Gimnázium, a Hámori András Szakgimnázium és szakközépiskola, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola egy-egy osztálya vett részt az eseményen. A digitális jólét program két munkatársa, Raboszki Róbert és Pikó Tamás készítette elő az eszközöket a diákok számára, rövid előadásban ismertették a különféle technikákat, majd segítettek a fiataloknak abban, hogy működtessék, kipróbálják az eszközöket. A szakemberek 3D-s nyomtatót, Lego módszerrel összeépíthető robotot, drónokat és VR szemüvegeket mutattak be a jelenlévőknek. Az Utazó Élményközpont a Digitális Jólét program keretében működik, melyet Magyarország kormánya indított el 2015 végén. A program célja az, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. A magyar polgárok kompetenciafejlesztése a Digitális Jólét program hálózat mentoraival valósul meg. 2017. október 2-ától 1173 helységben 1415 digitális jólét programponton több mint 2000 mentor dolgozik a digitális írás tudatlanság csökkentése érdekében. A Tiszafüredi Könyvtárban is igénybe vehető egy mentor segítsége. A könyvtár vezetője elmondta, hogy a program segítségével informatikai eszközöket kaptak, ingyenes wifi használatot és ingyenes képzéseket tudnak biztosítani. A hámoris diákoknak Raboszki Róbert tartott tájékoztatót. A terem közepén ekkor már viszonylag csendesen működött a 3D-s nyomtató. A szerkezetről és a technológiáról sok érdekesség elhangzott. A nyomtató egy díjnyertes magyar gyártmány. Maximum 20x20x25 cm-es tárgy nyomtatását tudja elvégezni, ha valami ennél nagyobb, az több darabban készítik el, majd a darabokat össze kell ragasztani, esetleg csavarozni. A jelenleg felhasznált alapanyag bioműanyag, vagyis kukoricakeményítőből készült. Több különböző tárgyat vettek kézbe a gyerekek, ami ezzel a nyomtatóval készült, kiskutyát, vonóhorogkupakot, fülbevalót, pohárralátétet. A beszélgetés alatt a nyomtató egy kiskutya alakon dolgozott. Erről a formáról megtudtuk, hogy a súlya 6 g, 143 rétegből készül, vagyis a program 143 szeletre osztotta fel, és így nyomtatja ki a kutyát. Ehhez az alapanyagot, a műanyag szálat 215 fokra melegítik fel. A műanyag színétől függően lehet bármilyen, itt egy kék és egy fehér színű kutyát foghattak kézbe a diákok. Az előadó beszélt a világon meglévő 3D-s nyomtatási lehetőségekről. Lehet már nyomtatni ételt, fémet, betont és különböző szerveket is. Magyarországon egészségügyi célra már a fogorvosok is használnak ilyen eszközt, illetve az optikusok egyéni szemüveg keretek készítésére. Az országban egyetlen fénynyomtató van, Szegeden, amit ipari célra használnak. Itt az alapanyagot a gép 600-900 fokra hevíti fel. A másik eszköz, amiről a gyerekek tájékoztatást kaptak, a VR szemüveg volt. A technikáról elhangzott, hogy 1860-ban fedezték fel. A VR szemüveg, illetve az előd, a Stereopticon, vagy az Oculus 60 működéséhez az szükséges, hogy két fényképezőgéppel ugyanarra a pontra fókuszálva készítsék el a képet, ezt vetítik az ember elé, amit a szem háromdimenziósnak lát. A 3D-s hatást a beépített számítógép és a sztereó hangszóró segíti. A vállalkozó kedvű fiatalokat egy-egy székre ültették le, és a szemüveg segítségével egy motocross verseny részesei, résztvevői lehettek. A drón már többek számára ismerős volt, mivel a bemutató zárt térben történt, viszonylag kisebb gépeket adtak a gyerekek kezébe. Az előadó elmondta, hogy valójában minden drónt ugyanúgy kell vezérelni, akár okostelefonnal, vagy akár joystickkal is. A harmadik eszköz egy Lego elven összeépített robot volt, amit arra programoztak be, hogy színek szerint osztályozzon különféle színű tárgyakat. A robot működésének elvét, technológiáját is elmagyarázta az előadó a diákoknak, és lehetőség volt a különböző elemekből egy robotot felépíteni. A Kossuth Lajos Gimnáziumból érkező 6. osztályos tanulóknak Pikó Tamás tartott előadást. A beszélgetés közben kiderült, hogy a gimnáziumban van 3D-s nyomtató, amit a gyerekek már használtak is, így nagyjából ismerik az eszköz működését. A rendezvényen látható volt, hogy a mai tizenévesek nem csak az okostelefon gombjait nyomogatják, hanem ismerik az új technikákat, és nyitottak minden modern eszköz használatára. Ez így van jól, hiszen ezek 10-20 év múlva már szervesen beépülnek
az emberek mindennapjaiba. Charging through a victory, and now we're full of energy. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Я твой работник.